Krista és Vitos esküvője 1995. májusában. Kedves édesapám, legelső szavamat te hozzád intézem elbúcsúzásomat.
Kedves édesapám, hadd meg beszédemet, kitől Isten után vettem életemet, a jó Isten legyen mindig a vezéred, az ő szent áldással koszorúzzon téged, míg élsz a földön ékes bölcsességben. S ha majd eljön életed végórája, lehess a mennyország igazi jó polgára. Köszönettel veszem apai oldalat, hogy szerettél és ápoltál, mint kedves gyermeket. Kedves édesapámat, a hűségedet Isten fizesse meg. Csókold meg most őt. Édes jó anyám, ha te reád nézek, akkor a szívemben nagy fájdalmat érzek. Te neked köszönhetem, hogy a földön élek, hogy fölneveltél engem, hálát adok néked. Te irányítottad eddig az utamat, lelkemtől előzve minden sok gondokat. Isten rendelése, hogy tőled elváljak, hogy választott férjemmel külön úton járjak. De ha már más úton is járok, mégiscsak mindig hű lányod maradok. A jó Isten áldjon meg téged is szívemből kívánom, ezzel bevégzem tőled is búcsúzásom. Csókod meg most őt. Kedves testvérem, most már hozzád fordulok, kikkel gyermekségünket együtt eljátszottuk. Édes jó szüleimre nagyon vigyázzál, a jó Isten áldjon meg téged is szívemből kívánom, ezzel bevégzem tőled is búcsúzásom. Csókol meg most tőled. És most megkérném a tisztelt vendégeket, szállj! Kedves jó nagyszüleim, ti drága lelkek, mit is mondjak nektek, hogy az nem nagyon fájjon, talán csak annyi. Sokáig és boldogan éljetek még ezen a világon. Csókold meg most őket. Na most menjünk a hivatalos részre alkalmat az egésznek. Ott is lehet, ott is lehet. Thank you.
Istenünk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, s árasz gyorságosan kegyelmedet Attilára és Krisztinára, ők most keresztény házasságot kötnek Szent Oltárodnál. Segíts! Nekünk meg nem 24 óra, még életre szóval legyen, jól sikerült ez a keresztény házasság, s akik rávállalkoznak, nem akármilyen feladatnak vállalkoznak. A Szent, amit ma nekünk nyújt a Jóisten, mint segítőkezet, és nem csak egy ünnepi órára, nem csak 24 órára, hanem egy életre. Ezért kötik a keresztény házasságokat életre szólva. Mert mi szeretnénk egymásra is, és együtt a Jóistenre életen keresztül számítani, de ő is szánt kirá. Hogyan esik helyet foglalni egyébként? Attila, mindenek előtt téged kérdezlek, megfontoltad a Isten ellen szándékodat, szabad-e azt a határozásod, hogy Krisztinával keresztény házasságot? Ígérem, hogy feleségedet vagy tisztelet és szeretet, mint halál. Ígérem. És elfogadod a gyermekeket, és akikkel Isten neve ajándékozza a házasságodat. Elfogadod. Ígéred, hogy feleségedet együtt majd keresztény emberével legyünk. Ígérem. Krisztina elérkezett a pillanat, amikor egy ünnepélyes ígéretet kell tenni, előbb azonban válaszolni a következő kérdésre, megfontolt-e a szándék, és szabad-e az elhatározás, hogy Attilával most keresztény házasságot is. Megfontolt. Ígéred, hogy férjedet majd tiszteled és szereted, mint halálod? Ígéred. Elfogadod a gyermekeket is, akiket Isten megajándékozza a házasságokat? Elfogadom. Ígéred, hogy Attilával együtt igaz keresztény emberét nevelem. A nagyszerű pillanat most úgy folytatódik, hogy még a csokrot is el kell kérnem az útból, mert jobb kéz a jobb kézbe kulcsolódik, és én átkötöm majd a stólával annak jeléül, hogy a Jóistennek pedig az a véleménye mindenről, maradjon ne csak két kéz, hanem két élet összekötött a boldogságban és a szeretetben. Ezek után, Attila, fölteszem a kérdést, nyilatkozz Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt. Akarod Krisztinát, feleségét? Akarom. Utána is ismételve neki is tessék ezt elmondani. Krisztina, Isten színe előtt. Feleségét. Krisztina, Isten színe előtt. Feleségét. Feleségét. Ugyanezt a mondatot várjam, hogy ugyanilyen ünnepélyes Attila is, Attila Isten színe előtt. Attila Isten színe előtt. Feleségül megyek. Feleségül megyek hozzá. Most megkötött keresztény házasságokat, az Anya Szent Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megállom azt az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében. Kedves ünneplőtestvérek, szívből kívánom, hogy a tanúi lehetőek a kezdetnek, engedje Isten, hogy egy szépen kezdődött házassága szép folytatásában is tanúskodhasson. Most pedig ősi magyar szokás szerint az Úr Jézus keresztéletet kézzel meg fogjátok ismételni az esküszavait, vigyétek haza a keresztet, adjatok neki egy megtisztelő helyet otthonatokban, hogy amikor minden nap találkozik vele a tekintet, és találkozik vele a szívetek, majd emlékezni tudjatok a mai napra, de legfőképpen arra, amire most esküvel is vállalkoztunk. Mindkét jobb kezet tessék a keresztet tenni, és együtt utána ismételni. Isten engem úgy segítsen. Isten engem úgy segítsen. Hogy téged szeretlek. Hogy téged szeretlek. Szeretetből lettem hites társad. Szeretetből lettem hites társad. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Egyházunk törvénye szerint. Egyházunk törvénye szerint. Téged el nem hagylak. Téged el nem hagylak. Holtomig holtodik. Holtomig holtodik. Semmiféle bajodban. Semmiféle bajodban. Isten engem úgy segítsen. Isten engem úgy segítsen. És ezek után még a jegyűjük is elkérem, hogy megállhatom, hogy ne csak ékszerek legyenek a házastársak ujján, hiszen sokkal többet ér egy gyűrű éppen azért, mint amennyibe kerül, mivel egy nagyon fontos üzenetet is hordoz, legyen hozzá mindig szívetek, hogy ezt meg is értsétek. Áld meg hát Istenünk ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
Attila, tessék meg, hogy most a feleség gyűrűjét, és utána ismételjük. Krisztina, viseld ezt a gyűrűt. Krisztina, viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Attila, viseld ezt a gyűrűt. Attila, viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, Isten házában és az imádság házában folytassuk most mi, vegyük át tőlük a szót, ami közös imádságunkkal, mert hisszük azt, amit most számukra kérünk együtt a Jóistentől, ez teljesülhet. Éppen a szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszony, és életközösségüket bűséges áldásokkal akartad gazdaggá tenni. Fogadjátok a Jóisten áldását, aki jövőtökre, életetek minden napjára, akkor is, ha az Úr kiszámíthatatlan, hajlandó se, vagy tövises, ez teljesen mindegy, mert nem tőlünk. De az már tőlünk függ, hogy ezen az úton, hogy fogjuk egymás kezét, hogy a Jóisten, akkor végig lehet járni, ehhez kérik most az ő áldását. Istenünk az örök Atya, őrizzen meg! Oh, yeah.
Itt van. Kamera van kérdezte. Csapó. Itt van nálam. Attila a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársa. Köszönöm szépen, szíveskedjenek helyet. A házasság aláírására elsőként a feleséget kérdezem. Thank you.
Elfogadom összetartozások jelképét a karikagyűrűket. Kérem, hozzák egymás újjára. Megkérem, köszöntsék szüleiket, együtt megállapod a mindenki szülőről, önök keresége szüleinek, szüleinek, azt szülőket megkérdezik.